Stílszerűen két keréken érkeztek meg a képviselők a Budapest-Balaton kerékpárút újabb szakaszának átadására. A június 17-én átadott első szakasz Budapest határa és Etyek között, a szerdán megnyitott második rész pedig már a Velencei tó és Etyek között kínál biztonságosabb kerékpározást. Ez a második 32,6 kilométeres táv vegyesen tartalmaz meglévő bicikliutakat, de több helyen létesítettek önálló sávokat, és volt, ahol földutakat aszfaltoztak le. Többen kifogásolták Magyarországon, hogy nem a legrövidebb útvonal lett kiválasztva, és valóban ezt a kerékpárutat akár úgy is lehetett volna dönteni, az autópálya mellett ott elhozzuk, és rövidebb idő alatt is gyorsabban lehetett volna jutni a Balatonhoz. De nem ez volt a cél, ez egy kerékpáros turisztikai útvonal, és ezért a térség legnagyobb nevezetességeit próbáltuk felfűzni erre az útvonalra. Révész Máriusz hozzátette, hogy a megépült kerékpárútnak köszönhetően a helyi szolgáltatók, azaz a szállásadók, vendéglátóhelyek forgalma is megnőhet. Teszeli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a 11 évvel ezelőtti terveket sikerült megvalósítani. Az új szakasz gyönyörű tájakon és településeken visz keresztül. Örömének adott hangot, hogy ezt most a kerékpárút segítségével másoknak is meg lehet mutatni. De ez nem csak turizmusról szól. Ez a helyben élőknek az életkörülményein is javít, hiszen a belső közlekedést is teljesen meg fogja változtatni. Nem csak a sportolás felé nyit egy kaput, hanem bent a településen belül a mindennapokat is segíti. A fejlesztés tehát nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környéken élők könnyebben érjék el úti céljaikat, és azok számára is kényelmesebb, biztonságosabb közlekedési megoldást nyújt, akik biciklivel szeretnék megközelíteni a fővárosból a Velencei tavat, tette hozzá a képviselő. Juhász Zoltán, a NIV ZRT útfejlesztési igazgató helyettes elmondta, hogy bő egy hónappal ezelőtt kezdődött meg az átadósorozat, melynek eredményeképpen a Budapest-Balaton kerékpárút 108 kilométeres szakasza érhető már el a bicikliseknek. Összességében a legszebb és a legjobb nyomvonalat sikerült megalkotni, létrehozni ezen a szakaszon. A táj, a természet és a települések értékeit felfűzve minden kerékpáros megtalálhatja azokat az értékeket ezen az bringautom kerékpáros útvonalon tekerve, amelyek kikapcsolódást, élményt, pihenést tudnak nyújtani. Székesfehérvár és Velence között most is lehet közlekedni biciklivel, Pákoznál azonban egy alternatív megoldást kell keresni a hatalmas forgalom miatt. Egy hónapon belül pedig Balaton akaratjáig is el lehet jutni biztonságosan, így végéhez ér a Budapest-Balaton kerékpárút projekt.